A tökéletes randi szerintem a lánykérés volt. Hihetetlen megtisztelő, hogy a legfitebb férfi oldalon lettem. Nem feltétlenül biztos, hogy ők a mostani dolgokat látták, mert most egy ideje már nem sportoltam úgy, mint ahogy korábban, de korábban valóban gyerekkoromtól kezdve a sport nagyon fontos rész volt az életemnek. Most inkább ilyen szabadidős sportokat csinálunk, biciklizünk, pingpongozunk, meg egy picit edzegetünk, de nem olyan vész versenysportnál egyébként olyan tekintetben nincs. És egyébként ez közös program, tehát mind a ketten szoktatok ilyenkor edzeni, és akkor biciklizni, pingpongozni, te is kiveszed ebből a részed, és mész Csabival? Igen, teljes mértékben. Én nagyon szeretem a sportot egyébként. Kiskoromban nagyon sokat fociztam, ezt szerintem nem sokan tudják rólam. Igazából szerintem ilyen 5-6 évig fociztam. Nagyon-nagyon komoly szinten szerintem ilyen megyei válogatott voltam, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem. De egyébként a labdajátékok bármilyen mennyiségben jöhetnek, én nagyon szeretem őket, úgyhogy igazából a sport nagyon közel áll hozzám. Hát tényleg nem mondtam volna meg rólad, hogy te egy igazi focista voltál. Hát figyelj, egyébként látom, most, hogy így jobban megnéznek, látom rajtad, hogy te is egy igazi focista alkat vagy. Mit szoktatok még ezen kívül csinálni? A sporton kívül milyen igazi, tök jó romantikus programokat szoktatok szervezni? Fú, nagyon-nagyon sok ilyen programunk van, de többnyire koncertekre járunk mostában, nagyon sok koncertünk van. Ezt köszönjük is egyébként azoknak, akik meghívtak minket, és ez nem fog csapodni, hiszen jön a karácsonyi időszak, jön a december, úgyhogy ez egy nagyon terhelt koncertekkel teli, de nagyon-nagyon örömteli időszak lesz a számunkra. Nagyjából ezzel foglalkozunk, hogyha romantikus programokra van szó, azt általában hetente szoktuk csinálni, általában hetente van egy randi napunk, amit most már jó pár hete sajnos nem tudtunk megcsinálni, de majd beiktatjuk szerintem mi hamarabb, illetve tegnap volt egy félig meddig randi napunk, egy ilyen bowlingozós valami, de nagyon foglalkozunk azzal is, hogy ketten legyünk, és ne csak a dolgunkat hajkurászunk egész nap. Milyen tökéletes randit tudnál mondani? Mi az, ami mondjuk így az utóbbi pár hónapban a kedvenced volt? Gondolom az összes, de hogy ha ki tudnál emelni egyet. A tökéletes randi az szerintem a lánykérés volt, ez egy egész napos ilyen Disney kalantúra volt, és akkor azt hiszem 7 állomáson keresztül nagyon sok mindennel elkápráztatott, úgyhogy én azt tudnám mondani álomrandinak.